követő, nagyon romos vagyok, nézd meg, hát ez az egész arcüregnek taka. Hát te, ezt megsértettem a levéltitkot, kezeld el, hogy a, hát a Vityó levelezik az Anna Marival, erről kell tudnod. Most is írt neki. De most én ezt megsértem a levéltitkot, azt írja a Anna Marinak, hogy tisztelt nyugdíjas honfitársam, figyelj ide. A koronavírus járvány példátlan kihívások elé állította Magyarországot, de az oltásnak köszönhetően sikerült megfékeznünk a vírust, és újraindítani a magyar gazdaságot. Idős honfitársunknak különösen megviselt az elmúlt másfél év. Hát őket nagyon, hát te a békemenetben is, te löholtam, olyan ideges voltam, te. Hát nem tudtam a tempót tartani, el tudod képzelni. Megviselt. Másfél ezért kiemelt célunk, hogy önök is részesüljenek az újraindított gazdaság növekedés eredményeiből. Örömmel tájékoztatom. Figyeljé, Anna Marinak szól, nem nekem. Már nekem is, én már az elnyugdíjra készülök. Lát, stílusban nagyon. Hogy az idei évre várható 7% körüli gazdasági növekedésnek, köszönhetően idén novemberben minden nyugdíjas honfitársának egy egységesen 80 000 forintos nyugdíjprémiumot biztosítunk a nyugdíj kiegészítéseken fölül. Úgyhogy, ha egy szót mersz szólni, te én úgy rád rúgok kettőt. Hát ha most itt az igazság, ha ezt elhiszed, bármit elhiheted. Azt mondja, dolgozunk a 13. havi nyugdíj visszaépítésén, amelyet korábban a baloldali, az a patászőrtő kormány eltörölt és elvett önöktől. Higgyél minden szavát el az anyád úristenit, mert nem ismerek rá, tehát jó pofa. Hogy a jövő február 13. havi nyugdíj teljes összegét meghapassák. A nyugdíjas honfi, de hol miért kaphatnak meg anyukám? Már most 7% a növekedés ezért. Tehát, hát mondjuk mindenki megrohad, aki adózi. Ezen felül természetesen továbbra is biztosítani fogom az infláció követő nyugdíj emelés. Ő biztosítja egyedül, Muci. Hát ez mit akarol? Hát ő maga. Ő biztosítsa neked. Önök, szüleink és nagyszüleink, figyeljé már, egy élet munkájával vették ki a részüket a magyar gazdaság mai sikertörténet. Tehát te anyám az a kommunizmusba dolgozott, kapaszkodjál meg. A kommunisztákkal. Ne vészkedj. Hát te üsd már meg a szádat. Etcetra, igen, majd, és akkor várjál még uniós is. Van magyar gazdaság sikertörténete. Anya, hát nagyon köszönöm, te részese vagy. Szóval az önök munkája nélkül Magyarországon nem tartozna az Európai Unió leggyorsabban növekvő gazdaságai közé. Úgy pörgünk étet, hogy nem. Mari, foglald, akkor megyünk Tulumba, kész, világkörüli út is lesz. Anna Mari és nyugdíjas testvére, itt érted, mi itt a 13. kerületben érted. Már fizetjük be, érted, a Mexikó. Az idős honfitársainkkal kötött megállapodásainkat mi mindig betartottuk. Biztosítom, és a Vityó engemet biztosít, Anna Marit is, hogy ez a jövőben is így lesz. Hallod, Mari, mit ígértem neked? Mit mondtam? Megmondtam, hogy megkapod a nyugdíj? Akkor meg? Ma ez lesz majd. Továbbra is mindent megteszek, ő egyedül, hogy segítsem az önök. Te, hát nem is értem, hogy miért nem a koreaival vagyunk, hát az is ilyeneket írhat. Önök minden nap jelen, jó egészséget kívánok, Vityó. Szeretettel, betisztelek, bebecső. Anyukám, ha ezt el kell hinned, ezt azért megy ki mindenkinek, mert szavazol, odaírod, X-el, jobbra, balra, megkapod. Hát mit akarol? Ha egy szavad lesz, ha csak egyszer megmersz szólalni, hogy neked drága a gát, én úgy rádugok kettőt, hogy megőrülsz, megvadulsz. Taka. Jövök a fülörgégészet, a halál jó, nézzenek a fejemet, mert megőrít itt, hörcög, jó pofa vagy. Hallod, most akarok írni a Vityónak, most várom a doktor urat, olyan idegben, akarok írni a Vityónak, érted, ha ír, most nem tudom, hogy anyám tud-e válaszolni, de írok a nevébe, nekem nehezen múljon, jó pofa vagy, tudod, mert meg is fogalmazom, érted. Először is meg akarom köszönni a 80 000-et, meg hogy a Anna Mari is annyi mindent tett a gazdaságért, hogy egyről a kettőre jusson. Most tényleg ez az egész Covid, ugye, hosszúval mondja Ildi, a nagynéném Amerikába, a kanadai rokon mindig azt mondja, Covid,
Érted? Halálidegbe, úgyhogy mi mindjárt ki kell találnom, hogy a gondolatokat, érted, hogy mit köszönjek meg, adjak hálát, mert elintézi, ott van, ki ennyi, a Kim Jong nem intézi el jó dolgokat, jó pofa van. Szeretettel üdvözöllek, nagyon-nagyon köszönöm a levelet, amit Anna Máriának küldtél, gondolom nekem is szántad, bár ma ő az igazi kis nyugdíjas, ugye? Nagyon örültünk. Na hát a 80 ezer, komolyan mondom te, nem volt még ilyen rendes ember itt Magyarországon, aki így adja a 80 ezret. Hát igen, nagyon nehéz volt a Covid, ugye? Hát nagyon, minket is jól megterhelt, azt se tudtuk, mit csináljunk. Tehát jöttünk, mentünk, megterhelt mi, hát annyit a nyugdíjunkat is, viszont elég jól állunk. Megmondom a őszintét, hogy ilyen jó, mint még nem jöttünk ki a nyugdíjból, mint mostanában. Egyszerűen pereg a lóvé. Pistával most akarjuk befizetni a dél-amerikai körutat, bár ő azt mondja, hogy a Karibra akar menni. Az ár nem számít. Kit érdekel? Viszont azt akart a Pista, hogy mindegy, nem érdekes, majd ha nem Karib, akkor legyen Mexikó. Az összes nyugdíjas barátunk nagyon szeret utazni, állandóan úton vannak, jókat esznek, jókat nevetünk, ugye, mint már eladtuk az autót, és jókat nevetünk a benzinárakon. Ha-ha! Megkapták a kocsisok. Hát igen, mint nekünk fontos a környezet, ugye, hogy legyen kimélve, ezért ne járjon senki autóval. Kit érdekel? Csicska benzinár. Na most mit akarok még neked mondani? Te! Azonban gondolkodunk Pisztával, hagyd már a fenébe ezt a 80 ezret. Tényleg most ott állsz, látom magam előtt, ahogy a lölővel állsz, és számolod le nyugdíjasról nyugdíjasra, a Borsi Arankáéknak is, a Pintér Lacikáéknak is, és te magad számolod le a 80 ezret föngőről föngőre, és borítékolod ki, hogy mindenki megkapja. Azon is gondolkodtunk, hogy nem személyesen te magad hozod ki. Tudod, akkor biztos, hogy ide ér az a lovetta. De most még annyit akarunk mondani. Pista is, én is, és Anna Mari is azt mondja, te nem tennétek meg, hogy hagyd a fenébe, macska rúgja a 80 ezest, odaadom a csekket meg a recepteket, váltsd már ki nekem a recepteket meg a csekket. Lehet, hogy az nem 80-ból nem jön ki, de legalább nem beszélünk pénzről, nem elegáns pénzről beszélni. Hát még egyszer szeretnénk megköszönni neked, hogy a patás ördögtől megszabadítottál minket, ettől a Feritől, hát te, hogy ez egy micsoda. Jaj, nagyon jól éreztük magunkat a békemeneten. Örülök, hogy láttalak, jó nézel ki, olyan békés és olyan... Jól néztél te is ki, hirtelen eszembe jutottak azok a remek május elsői felvonulások, Feri is mondta, emlékszel, milyen jó volt, itt jöttünk, a november 7-ei ünnepség is, ugyanaz a hangulat volt, így integettem, ráztam a májusfát, meg a szovjet lobogót, te úgy elkapott a harci hév, mint anno domini a felvonulási téren, ugyanaz van most is, jó újra ezeket a régi időket újraélni. Na, vigyázz magadra! Tényleg, hogyha nem küldöd a lóvét, bár tudom, hogy küldöd, a jóisten megáldjon, Kim Jong barátodat is milliószor puszilom, meg az Erdogánt, édesem, hát őt is nagyon szeressük. Addig is vigyázz magadra, én most rohanok a patikába. Ja, és voltunk a kórházban, az Uzokiban, remek állapotok vannak, gyűjt, egész te, álom, szép volt, pont voltak a csótányítók, táncoltam is, vagy 10 darabon, isteni volt. Vigyázz magadra, millió egy csók a gyerekeknek, meg a pici unokákad is. Hable español, muchas gracias, vale, Victoros. Muchas gracias, a comenzá fala portugués pra você. Muito importante, gemá, pra você, una futurila.
Mondanom se kell, tanul te is a spanyolt, ez a jövő nyelve, hogyha menni kell, hát menni kell. Millió csok, nagyon várjuk a pénzt, itt vagyunk jó páran, annyit dolgoztunk, te a patász ördögnek, te érted, hogy most egyre kell. Aj, de jó, hogy vagy, áldjon meg a jó Isten, szervusztok, lölött milliószor puszilom téged is, te. Aztán gyertek föl, majd csinálok flódni, szóval lehet még ilyet mondani. Ettől rajongó, nyugdíjas testvére, ezt orszámmal ülök a patikába, antibiotikumot váltok ki, kedves, tehát ez, hogy én vagyok a 35-ös, meg a 36-os, tudod, de teljes idegben vagyok, úgyhogy nagyon-nagyon örülök, hogy úgy szerettek ide járni, mert így nem váltja ki a gyógyszeremet, adjuk el, mert jó magamnak, de ez a Nubus maszka, kedvencem, nézd meg, figyelj ide, ebben van ilyen fém, ide rá tudod cittetni, és akkor ma nézek, milyen előkerül, nézel ki a antracit szín, már köszön visszanézek. Hát, ez ugye egy kolléganő, már vagyok itt teljes idegben, megőrülsz, megvadulsz, úgyhogy kedves, csak ortisztítót keresünk, meg egy kis antibiotikumot, mert akkor a ófánk, érted, mint az ólajt. Te, hát megint ilyen takarmánytök fej alakul itt nekem, jó pofa, ne várjál már, mondják a nevemet, vagy a sorszámom. Jézusom, elkezdődött, a macska rúgja meg, úristen, és nem. Sziasztok, Böngés, sajnos egy technikai hiba lépett, egy csapat dolgozik a javi. Hát jó pofa vagy, anyukám, ha nem látom a köldögzsinór elvágását, 1500 ér, hát ez nem igaz, hogy ideig jutottunk. Hát egy technikai csapat, azt mondja, a videók utólag is visz. Én élőbe akarom nézni, mint a Szepesi György akarok közvetíteni, azt ki Jézusom követő rajongó küldi. Hát én nézd oda, és képesek leállítani, érted, és vágott anyagot leadni 1500-ért. Te fűrobbanok, komolyan mondom, köszönjük a 76 000-szer 1500 már is számított. Sziasztok, köszönjük a stream. Na, hát de hova kell kattantanom? Hát Berki Mazi szül, anyukám szül, figyelj ide, nagyon nagy a gond. Legarany követőim és rajongóim, hát nagyon szomorú vagyok, mert ugye magáról a szüléstől lemaradtunk, ugye nem sikerült ugye az utalás, a posztai utalvány, nem tudtam. Viszont van egy nagyon kedves úr, aki nyilatkozik ezzel az egész ügyel kapcsolatban. Kapcsolom a stúdiót. Tanám a vélemény vezéremet ugye ezzel kapcsolatosan. Kérem, figyeljenek nagyon a szülésről. Mikor történt a baleset? Éppen 11 órakor. Ekkor történt a baleset. Figyeltek, figyelmesek. Na. Mikor a mennyezet repedezett. Hát így van, pontosan. Ki eljutott a segítségét fordulni? A pápait így van, hát sajnos a Mazival hát kapcsolatosan ezt tudjuk elmondani. Ugye hétfőn 11-kor történt a baleset, amikor megrepett a mennyezet. És a, na, mit biztosított a Krisztián? Kihez tudta segítségért fordulni? Igen, kihez? Hát azért a szülés előtt válunk. A Jenőhöz tudtam akkor, Özen, ugye? Igen, és akkor kihez mi volt még a szülés? Aha. Hát pontosan erre gondolok én is, sikerült segítséget fordulni, és akkor a technikai csapat mit tudott intézni, hogy kérdezem már meg? A polgármester hivatalban volt. A hivatal intézte a szülést, és kapcsolok vissza a szüléshez. A polgár Jenőhöz. Igen. A polgármester igen. Hivatalhoz a Jenőhöz. Igen, ő tudott segíteni most magában a szülésben, vagy a közvetítésben. Hivatalban igen. A Jenőhöz. Igen, ezt már mondta, de végig ki segített? A polgár Jenőhöz, a polgármester hivatalban. Hát ez a kérdés, hogy miért nem akkor a szülőszobára mentek? Tudom, a hivatalban. De miért a hivatalban mentek, amikor a babaszületésről van? Szóval hát élőbe közvetíteném. Igen? Hogy adjon nekünk igen? Tájékoztatás, hogy most mi lesz velünk. Hát pontosan ezért kellett volna a szülésnőgyógyászhoz menni. Vagy otthon szülés van? Hadd kérdezem már meg. Hát, de hát ezért kellett volna, igen. Kiszállt velem egy pár helyen. Hát, de ott kellett volna maradni a szülésznőnél, már ne haragudja. Nem otthon szülés van, hát kórházban szülünk, hát kamerákkal. Most azt szeretném megtudni, hogy mi lesz a rendes neve a gyereknek, jó? Hogy a teljes nevét szeretnénk a gyereknek megtudni, és már is megkérdezek ezzel kapcsolatosan egy olyan szimpatikus fiatalember. Akkor mégis pontosan mi a gyermek neve, a pici neve? Yes, Jani. Ez a keresztnév, akkor Berki. Come again. Berki.
Ez lesz a keresztnév, néve, ez lett a picinek, sok szeretettel üdvözöljük itt a Magyarországon, reméljük az állampolgársága is meg lesz a többségnek. Ugye, hát igen, Bertyó, ennyit tudok hozzátenni, szeretettel üdvözlök mindenki, további szép estét.